nem kapcsolódik. Igazgató úr, milyen érzés az, hogy sokan gondolnak önökre ilyenkor karácsony táján, intézményvezetőként is, szülőként is, van kérdezem. Hát ez egy nagyon nagy öröm, mert azért nem halt ki az emberekből a segítőkészség, és az, hogy ilyenkor karácsony közelettével a rászorulókra is gondolnak. Nagyon, nagyon meglepő volt, és nagyon nagy, nagyon, nagy örömmel tölt el bennünket, hogy a megye rendőrfőkapitányság is, illetve a rendőrfőkapitányság dolgozói gondoltak a mi gyermekeinkre. Nagyon élő volt az, amit a gyermek mondott itt, a megköszönöm az ajándékokat, tehát tényleg nagyon, nagyon sok probléma van velünk, úgymond az intézménnyel, tehát azért a nálunk lévő gyermekek nem problémamentesek, tehát vannak gondjaink, és ennek ellenére, hogy mégis mi lettünk az egyik kiválasztott, ez nagyon nagy örömünkre szolgál. Ez egy üzenet is lehet, nem a kapitányság részéről, tehát az ötletgazda, aki ezt kitalálta, a kollégák, akik ebben részt vettek, hogy annak dacára, hogy ti néha borsot törtök a mi orrunk alá, megnézitek az életünket, sok munkát adtok nekünk, mi nem nézünk rátok nem rossz szemmel, mi ugyanúgy szeretünk benneteket, és fontosak vagytok nekünk, mint bárki más, akivel ez nem történt. Igen, erre gondoltam én is. Tehát az, hogy azért nem rossz indulatúak a gyerekeink. Tehát nem csak azért, mert hogy most ők mindenáron a törvénnyel szembe akarnak menni. Az, hogy ők ilyenek, annak oka van. Tehát ez a családi háttér, az, hát itt könyvet lehetne azokra a történetekről írni, amik itt nálunk azért előfordultak. Hát én azért 28 éve dolgozok, és az intézmény berkein belül, illetve hát a gyermekvédelemben is, itt kezdtem a gyermekvédelmi pályafutásomat. Nagyon sok olyan gyerektörténetet tudok, hogy igen, lehet, hogy én se lennék különb. Tehát olyan problémák voltak családdal, egyebekkel, hogy nem nagyon csodálkozom. Illetve mi még egy dolog, tehát én azt, amikor intézményvezető lettem, elmondtam a gyerekek részt és a kollégáknak is, hogy nálam zéró tolerancia van. Tehát én úgy gondolom, hogy inkább most egy kisebb büntetéssel hátha megoldható az, hogy később nagyobb dolgot kövessen el a gyerek. Inkább egy fél év javító legyen belőle, mint 6 év börtön. Uh-huh. Mert hogy ne szokja meg, tehát tudja a gyerek azt, hogy mi az, amit meg lehet büntetlenül tenni, uh-huh. és mi az, amit már nem, mert azért büntetés jár. Uh-huh. És mi minden ilyen dolog esetében, olyan, ami törvénybe ütköző, mi kérjük a rendőrség segítségét. Ezzel az ő statisztikáikat is javítja, mert itt a felderített bűncselekmények azok 100%-osak, mert uh-huh. tehát mi tudjuk prezentálni azonnal a tettest is, uh-huh. tehát tudjuk, hogy csak azért nem, tehát most kitolásból, vagy azért, mert nem tetszik a gyerek, én esetben uh-huh. soha nem, illetve a kollégáim részt is mondtam, hogy az valószínűleg addig dolgozott nálunk, hogyha igen. valaki ilyet csinált, de azt tudják a gyerekek, hogy ha valaki bűncselekményt követ el, tehát azért felelnie kell. Tehát súlya van. Így van. Hogyan telik a karácsony az intézményben? Hát hosszú karácsonynak nézünk elé. Hiszen már ma is elkezdődött egy kicsit, tegnap is. Tegnap volt a közös karácsony ünnepség, ahol az összes gyerek részt vett itt a magtárban, mert ma vannak a csoport karácsonyok. Tehát ma kapják meg a gyerekek a személyes ajándékokat, illetve osztjuk ki a közös csoportos ajándékokat. Tehát ez holnap is, mert vannak olyan gyermekeink, akik hál' Istennek haza tudnak utazni a családhoz. Uh-huh. Tehát kezdődik a téli szünet, hazamennek, és hogy mindenki meg tudja kapni az ajándékát, ezért a ma a csoport karácsonyok. Van olyan csoportunk, ahonnan sajnos senki nem megy haza, uh-huh. nekik hétvégén, illetve van, aki tényleg karácsonykor tartja uh-huh. karácsonyt. És hát intézményvezetőként tegnap is volt egy karácsony, ma 5 helyre vagyok hivatalos karácsonyra, 5 csoportba, és még a maradék 4-et majd még a következő napokban letudjuk. Boldog karácsony mindenkinek. Köszönöm szépen, viszont kívánok.